Mi abban szeretnénk megerősíteni a Nagydobronyi és a Ráti gyermekotthon lakóit, hogy az Egyvérből vagyunk alapítványra mindig minden körülmények között számíthatnak, éppen úgy, mint a nemzettársaikra és az anyaországra. Szombat délután értek Nagydobronyba, az Egyvérből vagyunk alapítvány által szervezett jótékonysági futás résztvevői. A kiindulási helyszín a Bács-Kiskunvár megyei Ballószők volt, ahonnan az alapítvány munkatársai az általuk felkért ultrafutókkal együtt még szeptember 4-én rajtoltak el, és 4 nap alatt összesen 378 kilométert futottak le. A Nagydobronyi Református Líceum épülete előtt csatlakoztak a futókhoz, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon és a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon legkisebb növendékei, hogy együtt fussák le a hátra maradt 1 kilométert. 3, 2, 1. A célállomás a Nagydobronyi Gyermekotthon volt, ahol a résztvevők diadalmasan haladtak át a célkapun. Célba érkezés követő ünnepségen Gui Angéla, az Egyvérből vagyunk alapítvány alapítója, az esemény megálmodója elmondta, először 2017-ben járt a Nagydobronyi intézményben. Azóta az alapítvány önkénteseivel együtt többször is hozott támogatást ide, valamint Rátra, a Szent Mihály Gyermekotthonba. Amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtem szervezni a jótékonysági futásokat, akkor én azt az üzenetet tűztem az iránfutó zászlóra, ami akkor még csak az én lelkemben volt, hogy a nemzeti és az emberi összetartozás anyanyelve ez a cselekvő szeretet. Ezt a cselekvő szeretetet hozzuk el ezeken az eseményeken, azt az üzenetet, hogy összetartozunk a határon túl, éljünk akárhol is a nagyvilágban, és másokon segíteni pedig nagyon jó dolog. Én azt hiszem, hogy sokszor nem az a legnagyobb fájdalom, hogyha valaki éhezik, vagy valamiben nélkülöznie kell valamiben, vagy áramszünet van. Azért itt nagyon sok nehézséggel találkozik az ember a mostani időszakban. De minden ilyen típusú nehézségnél sokkal nagyobb fájdalom, ha nem számíthatunk senkire. Mi abban szeretnénk megerősíteni a Nagydobronyi és a Ráti gyermekotthon lakóit, hogy az Egyvérből vagyunk alapítványra, mindig minden körülmények között számíthatnak, éppen úgy, mint a nemzettársaikra és az anyaországra. A 4 napon át tartó futás alatt több gyermekotthonba is adományokat vitt az alapítvány. A Nagydobronyi intézményben sportcipőket, tanszereket adtak át. Katkó Andrea, a gyermekotthon vezetője elárulta. Jelenleg 105 lányról gondoskodnak, közülük 67-en iskoláskorúak, s ők azok, akik számára különösen hasznos a mostani adomány. Rengeteg szer van szükségünk, rengeteg dologra. Köszönjük mindig ezeket a támogatásokat, túlmutatnak rajtunk, hogy úgy tudnak rólunk gondoskodni, hogy igazából távol vagyunk. Igazából ők is magánemberként kell, hogy éljék a saját életünket, és hálásak vagyunk az Úrnak, az Angéláért. Találkoztunk valahol egy ponton, onnan indult el a közös történetünk, és ő évről évre, nem csak a tornacipőkkel konkrétan, de például a karácsonyi ajándékkal. Angéla nélkül nincs karácsony, és ez hatalmas csoda, hogy vannak ilyen emberek, akik mellénk állnak. Persze vannak olyanok is, akik egy-egy akcióval sokat segítenek, támogatnak, de ő igazán kiáll és ott áll mellettünk, ahogy el is mondta, hogy nem feletti el, hogy itt vagyunk. A gyerekek izgatottan várták a szombatot. Voltak, akik az eseményt megelőző pár napban többször is eljártak futni a nevelőkkel, hogy teljesíteni tudják majd a számukra kijelölt távot. Nagydobronyban 1 éve vagyok itt. És akkor először veszel részt a mostani futáson? Igen. És milyen élmény volt? Hogyan készültetek például a futásra? Gyakoroltak a korábban? Igen, gyakoroltunk Bara Erikával kedden, 10-kört futottunk, meg csütörtökön is futottunk 10-kört. És neked milyen élmény volt ez a futás? Nagyon élvezted? Igen. Tetszett. A legjobban azt tetszett benne, hogy annyi sokan voltunk, és hátra néztem, csak láttam, hogy mennyien futnak utánam. A cipők mellé élményeket is szoktunk hozni.
Az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány a Nagydobronyi Lány Otthon mellett rendszeresen támogatja a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont is. Gyermekotthonunkban jelenleg 3 családtípusú gyermekotthon működik, mert egy házunk megüresedett. Most nevelőszülőket keresünk, és amint meg lesznek új gyerekek, jönnek hozzánk, akkor lesz teljes a létszámunk. Jelenleg 20 gyerek él a gyermekotthonunkban. Hát ez nehéz szavakat találni arra, ami ma történt ezzel a befutással, mert olyan jó érzés az, hogy gondolnak ránk ebbe a helyzetbe, amiben most vagyunk, itt egész Ukrajnába. Úgy mi is a gyerekotthonban olyan jó érzés, hogy van, aki gondol ránk, van, aki együtt érez velünk, ez mindentől többet ér. A program gyermekfesztivállal folytatódott, amelyen részt vett Pup Noémi olimpiai bronzérmes, Európa bajnok, Gazsó Dorka olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok, valamint kislányával együtt Csipes Tamara olimpiai, világ és Európa bajnok kajakozó is, aki már évek óta támogatja az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány munkásságát. Én elsősorban mindig azt szeretem átadni a fiataloknak, és legyen bárkiről szó, hogy egyformák vagyunk, és tulajdonképpen, ahogy az alapítvány neve is Egy Vérből Vagyunk mutatja, az ember bármit ki tud magából hozni, a legtöbbet, mindenkinek meg kell találnia csak az útját, és azt, amiért tud küzdeni, és remélem, hogy ezt én a sporton keresztül is át tudom adni, illetve így, hogy személyesen találkozok velük, és itt vagyok, és lehet velük egy kapcsolódási pont, egy élmény, amit majd tovább tudnak vinni, ahogyan én is tovább tudom vinni azt a szeretetet, amit most tőlük kapok. A szervezők színes programokkal készültek a nap további részére. Az estig tartó gyermekfesztiválon volt légvár, buborékgép, valamint rengeteg sport és kézműves foglalkozás a Nagydobronyi és a Ráti gyermekotthonban élő 125 gyermek számára.